Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Dévényi István. Szép jó estét kívánok! Tegnap különleges élményben volt részem, a postaládában egy örkény egy perces jött létre. A kormány kvóta népszavazásos füzetkéjét ugyanis egy ausztriai munkavállalást népszerűsítő szórólappal együtt dobták be. De úgy tudom, hogy az egyik vendégünk még ennél is pikánsabb pakkot kapott. Hogy mit, az talán kiderül ma este. És akik leültek ma este vitázni, Gaudi Nagy Tamás ügyvéd, jogvédő. Jó estét kívánok. Konok Péter történész, publicista. Jó estét kívánok. Történelmi rés nyílt előttünk, nézzenek a lábuk elő, bele ne csúszanak. Bogdán László, cserdi polgármestere. Szép estét kívánok. Vahorn András, művész. Hello, szevasztok. Puzsér Robert, független publicista. Én elfogadtam a beköszönést, de hol marad az elköszönés? Az egymondatos záró kommentár nem elköszönés. Miféle tiszteletlenség ez? És Csintalan Sándor. Jó estét, magyarok. Szóval kezdjünk azzal, hogy helyettes államtitkárság jön létre a keresztényüldözés ellen. Ez legyen az első témánk, ha megengeditek. Ugye Orbán Viktor kormányfő és Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere augusztus végén a közös vatikáni látogatáson tárgyalt több közel-keleti keresztény vezetővel, és akkor döntötték el, hogy szükség lenne egy ilyen hivatalra. A kormány 3 millió eurót, közel 1 milliárd forintot különített el arra, hogy a világban élő, támadásokat elszenvedő keresztény közösségeket segítse. Szerintem ez egy tiszteletre méltó cél. Mindenképpen tiszteletre méltó cél, azt hiszem, bármiféle kormánynak, vagy bármiféle társadalomnak alapvető és egyik legfontosabb mozgatórugója kellene, hogy legyen, hiszen ezért van részben civilizációnk, vagy időnként ezt nevezzük annak, hogy mindenféle üldözötteket segítsen. Mondjuk az üldözöttek közötti sajátos válogatás az már egy kicsit érdekes, mert azért tényleg elképzelem, mondjuk a föláll a magyar kormányhivatal, és nem is tudom, kéksapkás keresztényvédőket küld Szíriába vagy Irakba, akkor hogy megy majd végbe ez a válogatás, hogy kit védünk meg és kitől védünk meg? Meg ráadásul a keresztény és keresztény között is vannak különbségek, tehát akkor nem ártana felállítani valamilyen teológiai vagy inkvizíciós bizottságot emelni az egész mellé, mert ne adj Isten például mondjuk az Iványi féle egyházat is ugye Magyarországon érik bizonyos üldöztetések, hogy akkor ezzel esetleg kezdhetne valamit ez a keresztényüldözési hivatal, meg amúgy én egy kicsit attól aggódom, hogy ez feláll ugye 1 milliárd forint, hát ez nagyjából azért zseppénz így a NER javaltjai között, de hát azért ezt is el lehet osztani. Tehát hogy néz ki majd az egész? Lesz egy államtitkárhelyettes, az államtitkárhelyettes helyettese, a különféle mindenféle staff és szakértők és hasonlók le egészen a portásig, ugye Audik, Skoda Superbek, irodahelység, azt esetleg lehet majd a Nemzeti Bank épületei közül bérelni, vagy leasingelni. Lesz egy óriási ilyen hivatal. Hát itt már az 1 milliárd az majdnem, hogy elfogyott, tehát majd ezt majd még támogatni kell, és akkor majd kinyomnak ilyen szép kis kék szórólapokat, hogy ne bántsd a keresztényt, mert pórul jársz, vagy valami hasonló. Tehát most mi lesz ennél több, és egyáltalán milyen alapon, és hogy, és merre, és meddig. De maga a cél szép. De segítek, mert nem menjünk tovább ezen a kék sapkás keresztény üldöző de vonalon. Menjünk. De azért nem menjünk, mert egyébként megküld bennem egy vérek pillanatra, amikor felsoroltad, hogy fog kinézni a hivatal, és azt mondtad, hogy Audik, akkor azt értettem, hogy Gaudik. Vállalod? Hogy az új szervezet feladata, hogy koordinálja a nemzetközi együttműködéseket és felhívja a figyelmet a keresztény üldözésre. Hát ez a kis kék plakát. Ez a Momentumhoz kapcsolódva azért annyit előre kell bocsátanunk, hogy mielőtt egy ilyen témában állásfoglalunk, azért próbáljunk meg mindig az ügyek mögötti lényegre koncentrálni. Tehát tényleg annyira már az ember gyanakodva fogad minden ilyen intézkedést, tényleg megmondom őszintén, itt is nyilván fennáll az, hogy az ember sok inkább örülne, amikor a kereszténység elveit megvalósítáló, vagy azt kontrolláló, vagy azt figyelő hivatal létrehozásának nincsen, hogy egy formálisan keresztényvédelmi hivatal, amely mögött ki tudja, hogy valójában milyen szándékok állnak, de azért azt mondjuk ki, hogy közben maga a feladat, ez nem is államfeladat szerintem, tehát nem a magyar állam feladata a világban élő kereszténység, keresztények, és valóban üldözött állapotban, sok területen üldözött állapotban élő keresztények védelme. Én az Európa Tanácsban eltöltött 4 év alatt, de most az Európai Parlamentben is folyamatosan látok, és vettünk részt vitákban olyan jelentések kapcsán, amelyek valóban aggasztó helyzetről számolnak be. Most már a hírekből is látjuk, hogy valóban döbbenetes keresztény üldözés zajlik, akár ugye
Közel-Keleten is, de könyörgöm, miért kell ezt most a magyar államnak államfeladattá tenni, közpénzből erre szervezetet létrehozni, tehát államszervezetileg furcsa az egész, miközben valóban is az egyetértek rengeteg olyan üldözött, ha úgy tetszik, meghurcolt társadalmi csoport van Magyarországon, akár a devizahitelesek, akik még most is ugye ott vergődnek a csapdában, de hosszan folytathatnánk a sort, akikre azért nem fordul elő figyelem, sőt, mi több kifejezetten csapdahelyzetben vannak. Tehát úgy gondolom, ez egy szerepzavar, ez megint csak a lényegről való elterelésnek egy nem szerencsés eszköze. Én tudom a választ, hogy miért, mert múltkor nem sikerült ez az MNB alapítványi pénzlenyúlás, és most akkor kitalálták, hogy ez, itt lehet majd lenyúkálni egy kis pénzt, de azért engedd meg, kérlek, hogy elképzeljem mégis, hogy hogy megy ez. Mert ugye mindenkit üldöznek mindenhol. Valaki valakit mindenhol üldöz. Ugye gyakran van, hogy muszlimokat robbantanak, gyakran van, hogy Indiába buddhistákat robbantanak, és így tovább. De akkor ez a hivatal, az így válogat a halottak között például, ugye? Vagy a sebesültek között. Elmegy egy kórházba, ahol ott fekszenek a gyerekek. Na ki a keresztény, azt visszük, a többiek maradjanak. Vagy hogy megy ez? Tehát nem lenne. Én azt képzeltem, én nem tudom, hogy felhívja a figyelmet a keresztény üldözésre. Ez valóban egy olyan szomorú jelenség a világban, ami nem annyira ismert. Na de a többi üldözésre nem kell. Én nem tudom, ez egy liberális gondolkodás, ballibes gondolkodás, hogy akit üldöznek igazságtalanul, mindegy, hogy keresztény, vagy zsidó, vagy cigány, vagy bármi, akit igazságtalanul üldöznek, azt fölkaroljuk, megvédjük, fölhívjuk rá a figyelmet. Miért kell csak a keresztényekre? Mert a Közel-Keleten döntően keresztényeket és zsidókat üldöznek azért. 600-ban Mohamed előtt a Közel-Kelet döntően zsidó és keresztény volt. 1945-ben Szíria fele még keresztény volt. 1990-ben ez már csak 20% volt. Most a háború előtt 2010-ben már csak 10%. Most már jó eséllyel 5% alatt van. Arról van szó, hogy 40 év alatt Szíria felét kitevő keresztény lakosságot, az gyakorlatilag elüldözték, áttérítették, vagy lemészárolták. Ez történt. Tehát a Közel-Kelet tele volt virágzó zsidó diaszpórákkal. Ezeket a diaszpórákat mára felszámolták. Azért ezt látni kéne, ezek a kereszténység bölcsői. Ezek a gyülekezetek. Moszulban 200 000-es keresztény közösség volt, most 4000 tagot számlál. Miért? Mert írtják a Közel-Keleten a keresztényeket és a zsidókat, üldözik őket, erről van szó. Tehát hogy azt kell látni, hogy ez egy évszázados probléma. Ez, és Orbán Viktor, aki Magyarországon 8 éven keresztül volt úgy miniszterelnök, hogy ez a téma föl sem merült. Az emberi jogok exportja föl sem merült, sőt, maga Orbán Viktor védte meg ezeket a közel-keleti illiberális államokat a nyugatnak az emberjogi feddésétől, mondván, hogy nincs jogunk beleszólni, az ő berendezkedésük, az ő szuverenitásuk. Milyen jogon szólunk bele ilyen arrogáns módon Törökországnak a belügyeibe? Sőt, hát Törökország volt a legfőbb szövetséges. Most meg már ott tartunk, hogy Habony Árpád lassan keresztes seregeket toboroz, hogy előadja azt, hogy ő hogyan fogja megvédelmezni a közel-keleti keresztény meg zsidó közösségeket, holott hát nem olyan régen még azt látjuk, hogy ezekkel az azerbajdzsánokkal üzletelt a kormány, de hát pár évvel ezelőtt, és nem érdekelték az emberi jogok. Csak azért azt lássuk, kérlek, András, hogy az emberi jogok az nem csak a homoszexualitás jogát jelenti, de a szabad vallásgyakorlat jogát adott körülmények között a kereszténységhez vagy a zsidósághoz való jogot jelenti. Na most ezt a Közel-Keleten módszeresen üldözik és felszámolják. De azt nem értem, hogy az elmúlt 10 évben leginkább azt halljuk, hogy Mekkába robbantottak, 600 ember halt meg, muszlim, hogy naponta robbantanak Irakban, hogy naponta robbantanak Afganisztánban, és nem a keresztényeket. Tehát miért kell különbséget, ha van keresztényvédelmi hivatal, akkor miért nincs zsidóvédelmi hivatal? András, talán azért, mert nem
vallási okokból robbantják fel azokat a muzulmánokat, nem a vallásukért de, robbantják de, fel. De, a szunik ki... és a síták. Ne haragudj már, ha te nem olvasol újságot. De milyen alapon csak a kereszténységet védjük? Annyira nincsen kereszténység Magyarországon, hogy éppen tegnap egy értekezleten azt hallottam, hogy például Magyarország legnagyobb egyházi kerületében egy évben csak 3 ember jelentkezik papnak, abból 2 Erdélyből, vagy pedig Észak-Magyarországról. Akkor tehát miért ez a legnagyobb problémánk nem, nekünk a kereszténység, amikor is alig van keresztény Magyarországon? Egy pillanat, először is nem mondta senki, hogy a legnagyobb problémánk. Senki nem mondta. Ezzel a úgynevezett hivatalállítással se állította egyébként a kormány se, hogy ez a legnagyobb probléma, hanem annyit állított, és most én nem vitatnám el annak a lehetőségét és annak az esélyét, hogy Orbán egy ihletett pillanatában döntött így. Vannak szituatív döntések is az életben és a világon. Terítékre került. Tudnélik, a gyilkosok hozták terítékre. Azok az emberek, akik azokat az embereket, akik kereszténynek hiszik és vallják magukat, szisztematikusan előre kiválasztott módon gyilkolják. Erről nem szól a fáma, erről még csak szó se esik. Engem inkább az zavar igazából, őszintén szólva, ha már ez eszükbe jutott, most attól függetlenül egyébként, hogy mit művelnek mondjuk az Iványékkal, mert ugye ez meg aztán persze mondjuk egy adott esetben egy politikus cinikus gondolkodására is van, de ezt most tegyük zárójelbe, mert én ezt a döntést helyeslem. Ami nekem itt kérdés igazából, ha már akkor inkább a külügyminiszterhoz telepítettem volna, illetőleg elvárnám, hogy igen gyorsan megtudjam, hogy ennek mi a tartalma. Mert az is egy fontos dolog, hogy diplomáciailag ez kérdés legyen és terítékre kerüljön. Azon kívül én meg azt állítom egyébként, hogy 1 milliárd forintból csak nagyjából egy titkárságot lehet üzemeltetni, és ha ez csak így marad, akkor ez semmi más, mint a cinizmus. De én hagyj legyek most ebben az esetben kivételesen jóhiszemű, hiszen ezt az esélyt mindannyiunknak meg kell adni. Annál is inkább, mert ez a kérdés, ez nincs tematizálva. A szó sem esik rá, amit a Robi elmondott, ez halálpontos. Nem is tudom, hogy a nyilvános vitában egyáltalán, és ez hagyj legyen a mi érdemünk, ez az összefüggés ilyen értelemben meg lett világítva. Az elmúlt akárhány évben. Meg lett a 2010-es évek óta, tehát 2011-12-ben már nagy nemzetközi konferenciákat rendeztek erről Magyarországon a keresztény üldözés kérdéséről, hogy egyébként Rétvári Bence arra hegyezte ki az egész történetet, hogy Magyarországon üldözik a kereszténységet, de ott azért valóban jöttek keleti metropoliták, mindenféle hasonlók, és valóban ez egy, a maga módján egy nagyon komoly konferencia volt. De azért hadd hozzak egy nagyon rövid történeti párhuzamot, ami engem egy kicsit így elgondolkodtatott erről az egészről. Létezik ez a cím, hogy Fidei Defensor, a hit védelmezője, ezt uralkodók szokták kapni. Első ízben 1521-ben 8. Henrik, aki akkor még ugye katolikus volt, kapta a pápától azért, mert megíratta a hétszentség védelmében című pamfletet, ami elsődlegesen a keresztény házasság, másodlegosan a pápa első főségét hangsúlyozó pamflet volt. Igen. Na most ugye 1530-ban, amikor a kicsi unortodox házasságpolitikája miatt összekülönbözött a pápával, és önmagát rakta az anglikán egyház fejére, akkor pedig ez a Fidei Defensort a pápa megvonta tőle, de ő megtarthatta, mert a saját kis parlamentje megszavazta neki. Tehát itt én úgy látom, hogy egyfajta Fidei Defensor, egyfajta hitvédelmezője szerepre törekszik Orbán Viktor, attól az embertől, hogy azzal az emberrel kapcsolatban, azzal az egyházzal kapcsolatban is, miért Vatikánba találták ki ezt az egészet, amikor ott voltak, ugye, aki tehát azért nézzük már meg egymás között, hogy Orbán Viktor hívei, Orbán Viktor firkászai, Orbán Viktor körülálló emberek, nem akarom még egyszer Orbán Viktor nevét kimondani, azért debil vénembernek, meg hasonlónak titulálnak. Tehát nekem az egészben, én látom, és egyetértek veletek, igen, ez egy olyan téma, ami fontos, és valahol még azt is mondom, ritkán mondok ki, hogy igen, erre fel kell hívni a figyelmet, és ezt a kormány a maga módján valahogy még jól is csinálta, hogy erre felhívja a figyelmet. Nem tudok ebben ilyen szempontból fogást találni, csak én a pont, amiről többször használtad a cinizmus, szóval én végtelenül cinikus játszmának tartom azt, hogy Orbán Viktor, aki ugye, már megint kimondtam a nevét, aki hát ugye ezer kopt családot tüntet el. Az újságíró, hogy debil vénember a pápa, utána Orbán Viktor kitüntette, majd 10 nappal később megcsinálja a keresztényvédelmi András, látom, hogy a kereszténység, most ne hívjuk így, hogy keresztényvédelem, meg kell védeni a keresztényeket, hagyjuk ezt, látom, hogy ebben horti fasizmus
terrorizmus címet, az hívjuk ezt akkor úgy, hogy meg kell védeni a nyugati embert, aki keresztény, adott esetben zsidó vagy ateista. Üldözik őket vallási alapon, mégpedig azért, mert nem muzulmánok. Értjük így? Igen. Na, hát, ez a nyugati ember, na most kivédje meg, meg ezeket a nyugati embereket, akiket mészárolnak azért, mert nem muzulmánok, hanem ateisták, zsidók vagy keresztények, és nem csak a Közel-Keleten mészárolják, de ma már itt Európában is, hiszen ezek a terrorcselekmények kifejezetten azért történnek meg kifejezetten nyugati emberekkel szemben, mert nem muzulmánok, kifejezetten vallási alapon, ezek vallási gyilkosságok. Ebben a helyzetben őket kell megvédeni. Ki védje meg a nyugati embert, ha nem a nyugati ember? Mi a magyarok védjük meg, akik deklaráljuk, hogy egyetlen egy menekültet se engedünk. Azt szögezzük le, hogy ez a hivatal nem fog megvédeni senkit, gyakorlatilag ennyi pénzből mondjuk behozhatja a közbeszédbe a témát egyáltalán. Mint ahogy most mi is elkezdtünk beszélni a Laci. Magyar keresztényeket kellene megvédeni, tehát az elcsatolt területen élő magyarokat, például a délvidéken, igenis vallásuk miatt érik támadásokat. Nem látom a leírásba a kizárásukat ebből a körből. Én örömmel látnám, hogyha erre koncentrál a magyar állam, könyörgöm, azért minden keresztény nem tud megvédeni a magyar állam. Nem akarja. Nem ízléstelen az, amikor éppen embereket tömegesen üldöznek el és szárolnak le, és akkor itt a délvidéki visszaéléseket hozzuk föl párhuzamként. Hát a magyar államnak, Laci elkezdett mondani valamit, azt hallgassuk meg, jó? Tehát amit én tudok erről a történetről, az elmúlt 600 évben nagyon sokszor volt ilyen Krisztus nevében darabolunk, meg üldözünk, meg ütünk, vágunk, és én sokra tartom azt, hogy van egy ilyen kezdeményezés, és azt gondolom, hogy 1 milliárd forint arra sem lesz elég, hogy a 10 parancsolatot tisztázzák, hiszen jelenleg úgy tűnik, hogy az óriás plakátokkal a bevándorlásra kapcsolatosan pont szembe megy a 10 parancsolattal, és akkor milyen új helyzetet teremt majd elő ez az 1 milliárd? Milyen újabb plakátokat, milyen újabb ízléstelen plakátokat hoz majd felszínre? Laki, én ettől kicsit tartok. Tökéletesen igazad van, de most nem az a tárgya a beszélgetésnek, hogy a kormány egyébként zavarodott-e vagy nem, és súlyos identitás diffúzióba szenved-e vagy nem, mert abban, ez igaz. De ha a nemzetközi térben egyébként egy ihletett pillanatában egy ilyet elenged az Orbán, én nagy kíváncsisággal szeretném ezt a további ez nem csupán követni, csak egy jó és piár. Megadom. Hát dehogy is nem. Hát könyörgöm, hát az Azerbajdzsánnak meg Törökországnak volt a legfőbb szövetségese még 2 évvel ezelőtt. De mi most beszélünk? Is. Hát még hát most is ez a cirkusz, amit de abban a pillanatban, hogy éppen kőolajat vagy földgázt akar importálni valahonnan, vagy valami jó kis kereskedelmi szerződést akar seftelni valamelyik országgal, már is elfelejtettük az emberi jogok exportját. Hol érdekli ő? Hogy adjuk meg az esélyt, Sándor azt mondja, hogy adjuk meg az esélyt ennek a hivatalnak. Eddig a pillanatig csak eddig vagyok hajlandó elmenni, az egyéb tárgyakat meg vitassuk ki egyébként, és azt még azt a gondolatot, amit a Robi szóba hozott egyet, még azért hagy húzok alá. Úgy különben ez tényleg a nemzetközi térben is őrült nagy zűrzavarban van Orbán, hiszen frissiben, most is, nem csak 1-2 évvel ezelőtt, ugye az a helyzet állt elő, hogy éppen tán a török külügyminiszter a nagy barátság kezdés közepén a napokban, vagy talán tegnap éppen azt adta elő, ugye, hogy micsoda antidemokratikus törekvések vannak itt Európában, és miféle iszlamofóbia van itt-ott, ahol egyébként kerítéseket építenek, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát egyébként ez a zavarodottság az összes többi nemzetközi szereplőre is érvényes. Ha azt kérdezik tőlem, hogy ettől egyébként én depressziós vagyok-e, meg pánikbeteg, meg nem tudom micsoda, hogy totál elhűlt idióták vezetik ma az európai nemzetállamokat, akkor igen, de most nem ez a napirend. Mindenesetre egy dologra konkrétan kíváncsi vagyok, amikor majd a Szíriából, Libanonból, Irakból menekülő, a kereszténységük miatt üldöző menekülők a családjaikkal, meg a mobiltelefonjukkal odaérkeznek a szerbiai magyar határra a pengekerítéshez, akkor hol lesz a kereszténygyvédelmi hivatal? Én azonnal befogadnám őket, erről csak ennyit. Én azonnal befogadnám őket. Tehát a üldözött keresztényeket és zsidókat a Közel-Keletről. Ha van olyan zsidó, amelyik Magyarországra jönne és nem Izraelbe, illetve van olyan keresztény, amelyik nem Németországba vagy Olaszországba menne, hanem Magyarországra, én azt gondolkodás. De ez meg is történt. Akiket nem találunk. Orbán tetemre hívta saját magát. Péter, ez meg is történt, csak nem a pengekerítéshez kell menni, hanem a beléptető kapuhoz, és
Tehát ott leadni hivatalosan az adatokat. Oké, de meg lehet tenni. Ez nem hívtabag. De ha már emelegettétek olyan sokat a cinizmust, akkor nekem valamiért az a téma jutott eszembe, hogy ami egyébként jó hírnek tűnik, hogy nagyon szépen fogynak a letelepedési kötvények. Csak augusztusban 798 darabot jegyeztek le, ezek egyenként 50 ezer euróba kerülnek, júliusban pedig 822 fogyott, így 2016-ban már 559-en települtek le papíron Pista, Magyarországon. Akkor azt is tudod, ugye, hogy a darabra el tudod mondani, hogy hány embernek jó hír ez, üzletileg és egyéb szempontból. 559-nek 2016-ban, az na, egészen hát biztos. Az 559-ben nagyon boldog most. Igen. Szóval, fejtsük meg az szóval szépen fognak. Akik ez egy... fizetnek, vagy akik kapták nem, akik kaszálnak, öcsém. Hát az a magyar állam rosszul jár. A magyar állam rosszul jár. Én arra kérdeztem rá, igen. A kapcsolati jó, akkor, akkor az offshore cégekhez kapcsolódóan nagyjából néhány tucat vagy néhány száz ember majdnem úgy válaszoltam, hogy minden tok a témáról, de pont ez a téma, amiről szinte semmit se lehet tudni. Amit lehet tudni, hát az annyi, hogy a közvetítő cégek, ugye 5 darab közvetítő cég foglalkozhat ezzel egész világszerte, tehát fejenként 45 ezer eurós kezelési költséget szedhetnek be egy-egy letelepülő új magyarral kapcsolat, vagy okán, és csak ebben a hónapban 4,5 milliárd egyéb költséget fizetett ki nekik a magyar állam. És? A nagy kérdés egyébként bennem az, hogy az egész letelepedési kötvény, tulajdonképpen mi ez? Miről szól? Én nem tudom, megnéztem a honlapját ennek a cégnek, és tulajdonképpen arra jöttem rá, hogy ez valahol a bevándorlási vagy a menekült politikának egyfajta kiegészítése, mert azt írja itt nekem most, akkor gyorsfordítom, mert angolul van, hogy azt mondja, ezt olyan üzletembereknek és hozzátartozóiknak hoztuk létre, akik szükség esetén, vagy amennyiben erre szükségük mutatkozik, akkor biztosítani akarják a jövőjüket egy alternatív országban, mármint egy olyan országban, ami alternatívát jelent. Hát végül is ezt akarják a menekültek is általában csinálni. Amit nem találtam ezen az oldalon, egyébként találtam arról, hogy Magyarország szép ország, Budapest a második legélhetőbb város a világon, valamint kiváló egészségügyi ellátással rendelkezünk, tehát ugye ezért érdemes idejönni. Amit nem találtam, azok a kék feliratok, vagy kék alapon fehér feliratok, például, hogy nem vehetitek el, vagy nem bánthatjátok a kultúránkat. És aztán ezen elkezdtem gondolkodni, mert hát ez speciál Afrikában, meg a Fekete-Afrikában, Közel-Keleten, Távol-Keleten értékesítik a leginkább, hogy valójában tényleg, tehát itt megvan akkor, hogy mi, itt közös kultúránk van, a pénz. Kérem szépen, itt a pénz kultúrája van, akik jönnek, ugye, gazdag emberek, kétes múlttal, nem kétes múlttal, ebben most ne is menjünk bele, akik ezt az egészet árulják, gazdag emberek, kétes múlttal, nem kétes múlttal, szintén ne menjünk bele, vagy úgyis bele fogunk menni. Tehát itt megvan az összefűző kapocs. Itt már nem féltjük a kultúránkat, mert az a kultúra, amit itten féltetnénk, a pénz kultúrája, az üzlet kultúrája, a biznisz, a neked lehet, mert neked sok pénzed van, és bejöhetsz a többinek dögöljön meg a határon kultúrája, az bizony ezekben az emberekben tökéletesen közös, és egyébként másként ez nem is működne. Nincs itt szó már iszlámról, meg kereszténységről, meg arról, hogy milyenek a népszokások, meg hogyan viszonyulunk a nőkhöz. Ha eleget fizetsz, akkor nyilván hordasz burkát is, ha eleget fizetsz, akkor tulajdonképpen embert is ehetsz, azt csinálsz, amit akarsz. Hát semmi nem fog kiderülni, mert hadd idézzek én is az egyik ilyen közvetítő oldal ajánlatából, azt mondja, hogy egyszer sem kell Magyarországra látogatni, és utána nem kötelező itt maradni. Úgyhogy nem kell félteni tőlük a kultúrát, hiszen nem is fognak erre jönni. Nem kéne ezen gondolkodni. Miről szól ez az egész? Most mondom, hogy miről van szó. 34 milliárd, 108 milliárd forint bevételhez jutott ez az 5 cég. Ez az 5 cég ismeretlen offshore cég. Gondoljátok, hogy a Fidesz vezetősége azt mondja, hogy csak azért, mert az Árpi haverja vagy, nyújjál le nyugodtan 108 milliárdot. Ez az egész arra van és egyedül, hogy a Fidesz tovább gyűjtse a titkos vagyonát. Tulajdonképpen tartalmilag én ezt úgy tudom kiegészíteni, jogi szempontból ezt úgy látom, hogy ez nem más, mint tulajdonképpen Magyarország védjegy magánosítási célú felhasználása, és ezzel való tőzsdei kereskedés, és ezen való nyereség felhalmozás magántőkébe. És hát ugye András nagyon túlzott, mert az 5 kijelölt, az Országgyűlési Gazdasági Bizottság által kijelölt vállalkozás forgalmazhat, abból egy azért magyar bejegyzés, és csak 4 offshore cég, tehát azért nem olyan rossz az arány, de valóban, ha belegondolunk, garantált nyereségük van, tehát 2%-nál nem lehet kisebb ugye a nyereségük, és valóban 5 milliárdot már veszített azon az állam, hogy ez a bizonyos kamatmérték, amivel a kötményt forgalmazni kell, ugye a piaci kamatnál 1,5%-kal kisebbnek kell lenni, már ezen is bukott az állam. Tehát jelen pillanatban az első évben kimutatható, hogy még akkor ott
az állam valamennyire úgymond jobban járt. Első év után, most már ugye 4000 ilyen kötvényt adtak el, kimondható, hogy az államnak ez veszteséget okoz, hogy magánkörnek 100 milliós ugye összeg után, kb. 30 milliós egy ember után, egy úgymond letelepedő, egy fiktív letelepedő után 30 milliós nyeresége van, úgyhogy ráadásul az nemzetbiztonsági kockázat is van. 34 milliárd közpénz. Így van. Azt még mondjuk, nem csak a közpénz, a nemzetbiztonsági kockázat. Azt hadd mondjam el, nem hadd, mert ezt is fogom mondani, mert az annyira nem ismert az az információ, hogy ez a pénz, ez nem úgy megkaptuk, és akkor ez itt van, hanem ez egy 10 éves kötvény, tehát 10 év múlva a magyar államnak kamatostul kell visszafizetnie. Viszont a letelepülők azok itt maradhatnak. Itt nem maradhatnak, tehát hogy itt maradhatnak, és akkor az itt azt ilyen... Ezt akartam szóba hozni egyébként pont, hogy ha az a kérdés fölmerül, hogy ez kiről szól, pusztán azoknak az üzleti köröknek, annak a néhány tucat embernek az eminens és elemi érdekeiről, amelyik egyébként még ráadásul a vad offshore-ozás közben külföldi cégek mögé bújik, amit azért is elképesztő, mert innentől kezdve látható ennek a emögött az abszolút magánérdek, tehát ennek a csoportnak, ennek az élősködő csoportnak a jelenléte az állam döntéshozói környékén, különös tekintettel a Parlament Gazdasági Bizottságára. Miközben, bocsítják, az offshore rovagok elleni harcot hirdették, jegyében. Mert 2010-ben ugye az volt a folyamatos háború hirdetés, hogy az offshore ellen fel kell lépni, mert szörnyű, hogy mi történt az elmúlt 8 évben. És akkor, hogyha ez, ugye ez attól félelmetes, hogy egyrészt annak alapján, amit te is ide idéztél, hogy ez egyrészt egyfajta embercsempészet, az unió, a rohadó nyugat, a rohadó nyugatra, ez az egyik dolog. Mert az unió területére is szabad kereskedési, abszolút, letelepedési abszolút lehetőséget jelent. Sőt, ezt is mondjuk ki, szabad üzletelési lehetőséget. A propaganda szövegben az, hogy Schengen, ez legalább 8-szor előfordul. Schengeni ország vagyunk, és ezt külön kiemelik, hogy már az unió más országaiban is vannak hasonló konstrukciók, de ez a legegyszerűbb, ez a legolcsóbb, nem kell letelepedés, nem kell ingatlan. Tehát az unió, a rohadó Európai Unió előnyeit, létbiztonságát, anyagi javait, piaci lehetőségeit, emberi humanitását, demokratikus intézményeit bocsátjuk árulva. Üzleti lehetőségeit. Üzleti lehetőségeit, hát mondtam. Ez az egyik dolog, a másik ugye picit visszautalva az előző témára is. Hát innentől kezdve egyébként meg az egész a totál káosz az identitás oldaláról is, mert igen, itt is pontosan ugyanúgy felvethető a párhuzamos társadalom, pont ugyanúgy felvethető mindaz, amiről ugatnak, a terrorizmusig bezárólag, mert egyébként mi akadályozná meg bármely egyébként olal milliárdokkal rendelkező, ma nyilvánvalóan politikai befektetésekkel is házaló erőközpontot, amely esetben lehet nemzeti és Szaúd-Arábiától Katarig bezárólag, vagy egyébként ismerve az iszlám, a politikai iszlám természetben a tekintetben, hogy egyszerűen bevásárolja magát a terrorizmus ide Európába. Tehát itt totál káosz van, a pillanat uralása folyik ebben a tekintetben is, illetőleg én nem tartom őket hülyének. Én őszintén mondom nektek, sokat gondolkodom ezen, hogy mi motiválja ezeket az embereket, és arra a teljes tébolyra jutottam, hogy nagyon egyszerű dolog van itt. Ezeknek az uraknak van egy prognózisuk a világról, ez a világ bértelenül kiszámíthatatlan lesz és veszélyes. Ezért minél több az államból, minél több lóvét kell fölhalmozni, és be kell keríteni felcsutott és őrzővédő cégekkel egyébként megvásárolni a biztonságot, és szarok én a nemzetre, vagyis pont ők, és Európára is. Az állampolgárság itt az államiság szimbóluma. Ez az egész ügy ennek megfelelően szimbolikus. Ebben, ahogyan az állampolgársággal seftelnek, úgy, mint egy Louis Vuitton táskával, pont azok, akik megvédik a keresztényeket a Közel-Keleten, meg világszerte, akiket üldöznek. Csak letelepedésről van szó, de hát ez már majdnem, tartalmilag ez már állampolgársági jogot is tulajdonképpen majdnem jelent. Valójában szimbolikusan jól jelzi, hogy mire jó nekik az ország. Arra jó nekik az ország tőkefelhalmozásra, Louis Vuitton táskára jó. Pontosan arra, amire az állampolgárság, ahogyan árulják ki az állampolgárságot, úgy seftelik az országot, úgy használják fel mindezeket, amikre szentül hivatkoznak, Szent Istvántól eredeztetve az államiságnak a védelmét, meg az államiságnak a jogfolytonosságát. Valójában egy ilyen, hogy mondjam, én Kumbélát látom, ahogyan menekül az édesannában. Menekül, és a lopott javak a repülőből így lógnak ki, miközben a repülő így repül el, és menekülnek. Én ennyit látok.
Egy kicsit olyan az egész, bocs, mint a Facebookon strihelne valaki, vagy valamilyen hasonló társkereső oldalon, és oda mondjuk, ez lenne Magyarország, aki árulja a bájait, de ezek a bájak, ezek egy Európai Uniótól lopott profilkép alatt vannak, és a valóság közel nem olyan szép, mert hiába raknak egyébként Lánchidat, meg parlamentet ezekre az oldalakra, ahol ezt a bugit árulják. A termék nem ez, a termék az, hogy szabadon mozoghatsz Európában. Te, az üzlettársaid, a rokonaid, a barátaid, mindenki. Vidékről és a cigánysággal összehasonlítva ezt a kérdést, nekem úgy tűnik ez az egész történet, hogy ezek a srácok betonbunkereket építenek maguk köré, és bebiztosítják magukat a jövőjüket. És semmi másról nem szól, ez csak a pénzről, és hogy minél több legyen. És van egy nagyon fontos dolog még, ami szerintem nem jelent meg itt. Mégpedig van lehetőségünk arra, hogy eltereljük az igazi mély szegénységről a figyelmünket, ami az országban uralkodik, hiszen a fogyasztó társadalomnak a pereme egyre kisebb. És akkor új bizniszt kell kitalálni, ahol a cash csak szaporodni tud a semmire. Tulajdonképpen ezt csinálják most ezek a... Hát egyébként, hogy a társadalmi vagy a gazdaság egyéb szféráit is mennyire áthatja, és hogy mennyire összefüggő minden mindennel, lehet, hogy hülyén hangzik, amit mondok. Amikor erre gondolok, és hallom és olvasom, hogy egyébként a szélenergiát be akarják tiltani ebben az országban, ugye a szélerőműveket, akkor én szerintem ugyanarról van szó. Tehát ugyanaz a gondolkodásmód, ami ma már oly mértékben kártékonyát teszi ezt az államot, hogy túl a kirobblásán, hogyha egyébként az érdekei azt diktálják, akkor egyébként még az innovációt, ha úgy tetszik, ezt a bűnös szót kimerem ejteni a számon, hogy a fejlődést, a haladást, ó Istenem, miket mondok én, és feláldozza csak és kizárólag a személyes érdekeiért, mert nehogy azt higgye már valaki, hogy ma még, amivel itt érvelnek reggeltől estig, még releváns, hogy a szél az hol fúj, hol nem fúj. Németországban, Dániában, Franciaországban, a világ nagy részén is általában szél. Hol fúj, hol nem fúj. De ez egy elvi kormányzás, nem lennék játék a mindenféle szél. Pontosan ellenkezőleg itt az a problémájuk, hogy a szelet nem tudják lekapcsolni. Tehát nem tudják kontrollálni, érted? Én tehát nem kell nekik... De Dániában se tudják kontrollálni, meg Németországban se, és mégis. Hogy mit, hát persze, mert ott nem az a lényeg. Itt az a lényeg, hogy mindent tudjanak kontrollálni. Ha kell, lekapcsolni. És közben ne legyen egy saját szélerőművet, hogy független legyél tőle. Igazából itt, jó, ez is benne van, én ezt nem vitatom, de a lényeg az, hogy a szénhidrogén lobby megvásárolta a magyar államot, hogy ne engedje meg, hogy alternatív energiák épüljenek Magyarországon. Visszatérnek erre, nemzetbiztonsági kockázatokkal jár ez a konstrukció. Tehát arról is van szó, valóban, hogy a Sanyi mondta, akár terrorista, de akár szervezetbűnözői háttérrel rendelkező emberek pénzmosodaként gyakorlatilag tisztára mossák azokat, aki tudja honnét szerzett pénzeket, amelyek révén most például legutóbb ugye napvilágot látott, hogy ugye, információk szerint egy orosz, jogerősen elítélt orosz állampolgár is letelepedés engedélyezi jutott, úgy, hogy neki nem az állampolgársága szerinti, hanem a lakcíme szerinti országból kell erkölcsi bizonyítványt bemutatni, és ő meg ugye véletlenül egy adóparadicsomba tette át a székhelyét, ahol nyilván viszonylag könnyű árfolyama van ezeknek a remek erkölcsi bizonyítványoknak. De bízunk benne, hogy ő is elolvasta ezt a tájékoztatót, és nem fog Magyarországra jönni, csak úgy letelepült papíron. Ha már egy új szervezettel kezdtük, akkor zárjunk is egy új szervezettel, mert hogy külön bíróságot, úgynevezett közigazgatási felső bíróságot hozna létre a kormány. A tervek szerint itt határozhatnának például a Nemzeti Bank, a Médiatanács, a Közbeszerzési Döntőbizottság és még egy rakás más állami intézmény döntéseiről. Sőt, a új bíróság döntene arról is, hogy mit lehet eltitkolni az állampolgárok elől, mert hogy a tervezett szabályok szerint a közérdekű adatokért indított perek is itt dőlnének el. Elég nagy a felháborodása a terv körül, de tényleg baj, hogyha a kormány egy kicsit tehermentesíti a bíróságokat? Milyen csodálatos lenne, ha ez a bíróság felállna, és a Farkas Flóriánt a Hida munkába című történettel elővennék, és kiderülne, hogy ez 1600 millió forintról nem tud beszámolni, és az történne, hogy valószínűsíthetően fel fogják menteni. Hát egyébként ezt nagyon röviden úgy hívják egy szóval, ezt a különbíróságot, hogy diktatúra. Tudnélik, ettől kezdve nincsen jog, ami megállíthatja a hatalmat. Hiszen neki van egy saját bírósága, és bármit, amit csak akar, jogosnak ilyen tud mondani. Ez diktatúrának hívják. Ez a diktatúra,
hivatalos bevezetése a különbíróság. Tamás, mondd már el, hogy egyébként mitől lesz ez a diktatúra bírósága, ugye, mert ennek a igen, bíróságnak ennek... a mostani javaslat szerint van egy speciális ismérve. Módja is, és ismérve is, igen. Tehát azt azért kikből lássuk, a bírók? Hogy önmagában a közigazgatási bíráskodás gondolata, az egy nagyon fontos jogállami elv, sőt, ugye a magyar történeti hagyományokban, jogalkotási hagyományokban abszolút létezik. 1896 és 1949 között működött közigazgatási bíráskodás Magyarországon, aminek pont az volt a bevezetési célja, az volt a legfőbb áttörés, hogy a végrehajtó hatalom váljon szét a ítélkezéstől, az igazságszolgáltatástól, és ne a végrehajtó hatalom saját emberei döntsék el a saját döntéseikkel szembeni egyedi jogorvoslatok ügyét, hanem erre szakosodott bírók, bírói esküvel, különleges képzettséggel. Most de ez nagyon rendben van, ezek ez a 49-ben a kommunisták ezt be is darálták, a hatalom és az állam egységének az elve alapján, és ugye ez a rendszer, ez ugye 1990 után ugye megváltozott, visszajött a közigazgatási bíráskodás, most jelenleg Magyarországon évente 20 millió közigazgatási határozat születik, ezeket egy úgynevezett egyfokú eljárásban lehet bíróság elé vinni, tehát ha jogerősen a másodfokú hivatal is helybe adja a döntést, akkor lehet a bíróságra menni, ahol egy törvényességi vizsgálatot végez el a bíró, ez erre szakosított bíró. Most eddig de ez rendben van. Ez így van, amit terveznek, az arról szól, és egyébként megnéztem egy évvel ezelőtt Rócsányi László mit mondott, azt mondta, hogy ki kell alakítani a közigazgatási bíráskodás legkorszerűbb modelljét, ami lehetővé teszi, az eljárások gyorsan fejeződjenek be. Az volt a fő indok, hogy gyorsaság. Na most ők egy újabb jogorvoslati szintet, egy fellebbezési szintet hoznának be a közigazgatási ügyek elbírálására, sőt, ugye bizonyos ügyszakokban meg új felállított szervezet bíráskodna. A legnagyobb probléma itt az, hogy tulajdonképpen az állami hatalom egységének a kommunista elve valósulhat meg ezáltal, hiszen a létrejövő bíróságokban a törvény garantálná vagy előírná azt, hogy az új bírói kar állományának a fele a közigazgatásból kell jöjjön. Tehát azon állam szervezetből jön, mert nyilván ez, így ez a... Így jutunk el Hortitól Hortig. Hát ezt nem tudom, hogy hozod ide be Hortit, hiszen ugye pont ő ebben az esetben ugye tényleg a pozitív jogi hagyományok képviselője volt. Egy biztos, hogy itt ezzel a rendszerrel alapvetően kérdőjeleződik meg annak a értelme vagy lehetősége, hogy a független bíróságok függetlensége úgymond fennálljon, tehát a magyarul jogalkotási eszközökkel, tulajdonképpen saját hű emberekkel kívánják feltölteni ezt a bíróságot, akik majd ezekben az érzékeny ügyekben nyilvánvaló módon lojalitás elvén és nem a törvényesség elvén állnak, ahol eleve meg kéne kérdőjelezni az állami szervek döntésének a úgymond jogszerűségét, ott meg kell vizsgálni, hogy például a Budázi ügyben csak egy mondat, hogy ott a bizonyítékok hogyan kerültek elő a bizonyítékok a nyomozóhatóság bugyraiból. Nem azt kéne elfogadni, nem azt kell vélelmezni, hogy törvényesek voltak, hanem azt kell megvizsgálni, hogy vajon ezek felhasználhatók-e. Na most egy ilyen ítélkezési munka, egy ilyen garantáló ítélkezési munkára a bírói kar alkalmas, amely persze nem vakulátlan, volt is ezzel kapcsolatos kezdeményezés, amíg 4 éve, hogy ugye legyen átvilágítva a bírói kar, de az biztos, hogy már eleve a rendszerbe beépül egy ilyen elfogultsági elem, egy állammal szembeni, polgár elleni elfogultsági elem, ami ráadásul sajnos még pártszínezetet is kap, tehát ez a legrosszabb irányokat mutatja. Röviden szólva, az állam delegálja oda szakmai, bírói gyakorlat és tapasztalat nélkül a bírói kar felét. Zárójelben jegyzem meg, 94-ben a bíróknak a túlnyomó többsége el lett takarítva, tehát ezek már balsai termékek, nem kommunisták. Itt kétféle jogértelmezés és a joghoz való kétféle viszony az, ami szemben áll egymással. Ugye van itt az angol szász jogértelmezés, ami az írott jog a talaján áll, és az emberi jogok, az egyéni szabadságjogok képezik az alapját, és akkor ehhez képest van a bolsevik jogértelmezés, ami meg hát úgy áll hozzá a joghoz, hogy az egy furkós bot, ami alkalmas lehet arra, hogy a burzsóán végigverjünk vele, ugye aktuális osztályellenségen, fasisztán végigverjünk vele, adott esetben alkalmas lehet arra, hogy azzal pénzhez jussunk, ami természetesen a munkásmozgalom fog felhasználni a forradalmi célokra. A lényeg, hogy ez alapvetően kétfajta viszony a joghoz, és azt kell látni, hogy ez, amit most jelenleg a kormány csinál, ez nem bibóvilága,
ez nem Betlen világa, ez nem Churchill világa, hanem ez egy klasszikus, felforgató, bolsevik gondolkodás és működés. Ez Kumbéla és Rákosi tempó, ami itt megy, tényleg. És engem elsősorban nem a lopás zavar, nem a korrupció, mert lopnak, minden rendszer korrupt, minden rendszer bizonyos mértékig lop. Itt arról van szó, a legnagyobb, a legfájdalmasabb az az, ahogyan a joghoz állnak. És ezzel akadályozzák meg azt, hogy Magyarország, meg az ő saját rendszerük egyáltalán konszolidálódni tudjon. Ez a bolsevik tempó lehetetlenné teszi a konszolidációt, így Magyarország mindörökké rabló állam marad. Olyasmi, mint amilyen a Kádár rendszer volt, vagy olyasmi, mint amilyen Venezuela. Én azt gondolom, és azt kell látni, és tudni ebben az ügyben, kedves nézők, hogy egyébként ezekhez a bíróságokhoz lényegében a legfontosabb politikai ügyeket, legkényesebb politikai ügyeket, a korrupciótól, meg szabadságjogi ügyeket, gyülekezési jogi ügyek, lehet-e tiltakozni a rendszerrel szemben, a rendszer kegyeltjeiből felállt úgymond bíróság fog majd elbírálni. Hát ugye ez... Továbbra sem tudni, hogy mi került azon a bizonyos 56-os emlékdalon 50 millió forintba. Azt tudjuk, hogy elköltöttek ennyi pénzt. De hát arról azt tudjuk, hogy Orbán Viktor felkéréseire írta a szerző. Aztán kiderült az is, hogy ez egy újrahasznosított dal, ugye egy sporthimnusz volt, ez már egyszer, de most bevált, úgy látszik, 56-os nótának is. És hát az első nyilvánosságra került felvétel silánysága miatt még halszagú Magyarországot énekelt a fél ország, már aki egyáltalán énekelt ez, de biztos, hogy így fog bevonulni a magyar zene történetbe. Aztán az is kiderült, hogy a zeneszerző nem kért pénzt, az előadók szintén nem kértek pénzt, a stúdiót és a hozzátartozó személyzetet a közmédia ingyen adta. És akkor az lenne a kérdésem, hogy szerintetek ezek után mi került 50 millió forintba, ügyvéd úr? Szerintem ezt mindannyian tudjuk, a dolog inkább annál az oldalról közelíthető meg, hogy az 56-os szabadság az 60. évfordulóján vajon minden körülmény méltó-e arra, hogy ezt a évfordulót meg ünnepelhessük, és hát többek között ilyen és ehhez hasonló ügyek nagyon beárnyékolják. Laci. Helyzet szerintem a gondolat került 50 millióba, hiszen ezek az urak tele vannak jobbnál jobb gondolatokkal. Láthattuk ma is a mai témáink között olyan gondolatokat táplálnak felőlünk, amelyekkel azt kell kifizetnünk. Ez az igazi bolsevik világ, ez jól mutatja ez a sztori. Ez az a világ, ahol mindenki ingyen dolgozik, 50 milliónak mégis lábak él. Nem olyan, mint egy klasszikus komcsi vicc. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, Puzsér Robert voltam. Ja, jó öreg, elköszönés. Sanyi. Én szégyellem magam, aztán ki vállalja ki a részét ebből a dologból. Annyira olyan mérhetetlen blasfémia az egész, hogy egészen elképesztő. Szégyen. Szerintem valószínű, hogy ezt a dalt ingyen adják, ingyen adták, de a letelepedési kötvények reklámanyagát ki kell nyomtatni, és az bizony pénzbe kerül. Könnyen kerülhetett pont 50 millióba. Volanda Mester és Margaritában azt mondja, hogy nincs másodlagos frissességű tokhal, már pedig itt szemben láthatólag másodlagos frissességű tokhalat szolgáltak fel az országnak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ilyen WC illatosítóra költötték, hogy ezt a büdös halszagot valamivel el lehessen fedni. Hát túl bonyolítottátok, egyszerűen ez volt az alkotmányos költség, ez pedig a szabadfogás volt. Köszönjük a figyelmet, jövő héten ismét várjuk Önöket.